igen-igen megnyugtató volt a bizottság és a magam részéről is, mert ugye már többször elmondtuk, hogy a 12. kerületben és a hegyvidéken jó élni, de ezek után azt állapítottuk meg, hogy biztonságos is élni, és ezt köszönjük a kapitányoknak és a munkatársainak, illetve a mindenkinek, hogy ilyen biztonságosan élhetünk a 12. kerületben, mert ilyen nagyon részletes és mindenre kiterjedő beszámolót hallottunk, amihez akkor is gratuláltunk, most is gratulálok a bizottság és saját nevemben a kapitányoknak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdezem a képviselő urakat, hölgyeket, urakat, hogy van-e kérdés, észrevétel. Ketten is jelzik, Kovács Gergely és Hajnal Miklós. Parancsoljatok. Üdvözlöm, én egy konkrét ügyben szeretnék kérdezni, és azért itt, mert információim szerint egy fideszes képviselőnek az érintettsége is van a dologban. A Napos út 4/B alatti házban történtekkel kapcsolatban indult már rendőrségi eljárás? Péceli Attila kért szót, parancsolja Attila. Köszönöm szépen a szót. Megszólítva éreztem magam képviselőtársam által, ugye Kovács Gergely hivatkozott egy konkrét ügyre. Azt talán sokan tudják, hogy rólam a médiában mostanában megjelentek olyan valótlan állítások, amikkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy itt a lehetőségem reagálni. Egyrészt azzal mindenkinek, még logikusok számára is tisztában kell lenni, hogy engem ugye ebben az ügyben köt az ügyvédi titoktartás, így nem igazán áll módonban reagálni, érdemben reagálni és tételesen cáfolni azokat az állításokat, azokat a hamis tényállításokat, amik megjelentek velem kapcsolatban. Tulajdonképpen az ügyvédi titoktartás keretein belül és azt betartva azt azért el tudom mondani a képviselőtársamnak, hogy egyrészt, ha valamit én ellenjegyzek egy okiratot, az biztos, hogy az ügyfél előttem írta alá. Az is biztos, hogy a magyar jogszabályokat és kamarai előírásokat betartva járok el minden esetben, ahogy jelen esetben is tettem. Megjelent az az állítás is, hogy az én volt ügyfelem, ő maga tehetetlen, cselekvőképtelen lenne. Hát ez is egy elég ordas ostobaság, ugyanis, hogyha az én ügyfelem több hatósági eljárásban is meg tud jelenni, kettensben lemegyünk egy kihallgatásra, és ott adekvát, jó válaszokat tud adni mindenre, amit tőle kérdeznek, és az minden hatósági eljárásban megfelelő, valamint több gyámhatósági eljárás is megszüntetésre kerül, és megállapítják, hogy teljesen cselekvőképes tudatában van mindennek. Onnantól kezdve az én olvasatomban ő egy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, akinek a konkrét utasításai és elvárásai szerint járok el, és ezt igyekszem jogi formába önteni. Körülbelül ennyit tudok elmondani az ügyről. Azt is tudjuk, ugye, hogy ezek az ominózus cikkek olyan bulvár, vagy hát nem is tudom, média felületeken jelentek meg, amit ugye a Kétfarkú Kutyapártnak sikerült átvennie, mint Privátkopó magazin, Kurucinfo. Hát, hogyha hiteles hírforrásnak tekintjük ezeket a médiaorgánumokat, akkor az ellenzék elég nagy bajba lenne, hogyha ide citálnék minden ügyet, és itt kellene megvitatnunk. Tudjuk jól, hogy ezek a hírforrások nem éppen az igazmondásukról híresek. Elhiszem azt, hogy ugye ez politikai haszonszerzés mindenek felett áll a mondjuk a Kétfarkú Kutyapárt számára, de azért van egy szint, ami alá nem kellene süllyedni, így röviden ezzel kapcsolatban ennyit tudok elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, kapitány úr. Felmerült kérdésekre van mód válaszolni. Köszönöm szépen a szót. Konkrét ügyekre vonatkozóan adatvédelmi okokból nyilván én részleteket nem tudok megosztani. Azt viszont bizton ki tudom jelenteni, hogy a Hegyvidék rendőrsége, amennyiben bűncselekményre utaló bejelentés érkezik hozzánk, akár információ bejelentés, vagy bármilyen módon ez tudomásunkra jut, a szükséges intézkedéseket minden esetben megteszi. Amennyiben ez megalapozza a büntetőeljárás indítását, természetesen a büntetőeljárás le fogjuk folytatni. Ha más intézkedéseket alapoz meg, akkor ezeket meg fogjuk tenni.